Köszöntöm nézőinket, lássuk, mi mindenről lesz szó a mai napszemlében. Önkéntesek varták, önkéntesek vitték házhoz az újabb 800 védőmaszkot az időseknek. Járdaépítés zajlik Ditróban, a gyalogos forgalmat könnyítik meg. Minden használatban lévő erdei utat rendbe tesznek Gyergyóújfaluban. Újabb 800 védőmaszk talált gazdára Gyergyószentmiklóson a napokban. Ezekhez a textil anyagot az önkormányzat vásárolta meg. Önkéntesek varták, és másik önkéntesek juttatták el a postaládába. A város minden 65 év feletti lakosa kap hasonló védőt a következő időszakban. A Városháza továbbra is folytatja az idős gyergyószentmiklósiak számára a szájmaszkok biztosítását. 800 darab védőmaszkot készítettek elő, amelyeket a napokban meg is kaptak postaládáikban az idősek. Ahogyan a korábban már szétosztott 100 darabot, úgy az újabb készletet is a 65 év fölöttiekhez juttatják el az önkéntesek. A koronavírus fertőzésnek leginkább kitett korosztály ingyenesen kapja a védőkellékeket. Ezeket a Városháza felhívására önkéntes varróasszonyok készítették el. A becsomagolt maszkot és a külön csomagban mellékelt használati útmutatót a célszemélyek postaládájába teszik be az önkéntesek. Ebből kiderül többek közt, hogy a maszkok moshatók, azaz több alkalommal is használhatók, és hogy miként kell viselni ahhoz, hogy a lehető legkisebbre csökkentessék a fertőződés, illetve mások fertőzésének veszélyét. Városunkban összesen 3750 személyhez jutnak el a csomagok, ennyi 65 évnél idősebb lakója van Szent Miklósnak. A héten még érkezik egy textil szállítmány, amelyet szintén a maszkok anyagául ajánlanak fel. A varráshoz minden szorgos kézre szükség van. A varni jelentkezők a képernyőn látható elérhetőségeken jelezhetik segítő szándékukat. A maszk viselése egyébként Gyergyószentmiklóson csupán a bolti eladók számára kötelező egyelőre, számukra a munkaadók kell biztosítsák a védőfelszerelést. A művészeknek, alkotóknak és kulturális szakembereknek nyújtandó gyorssegély szükségességét szorgalmazta Bogdán Georgiou művelődésügyi miniszter. Hangsúlyozta, pénzügyi törvényhozási és más intézkedésekre van szükség a válsághelyzet hatékony kezeléséhez. Az európai művelődési miniszterek egyetértettek abban, hogy európai szintű megoldást kell találni a kulturális és alkotó tevékenységet folytató személyeknek. Ennek érdekében online platformot hoznak létre a jó gyakorlatok megosztásához az uniós művelődési miniszterek között. A miniszterek rugalmas szabályokat vezettek be a Kreatív Európa 2014-2020 programban nyújtott alapok kiutalására a jelenlegi vészhelyzetre való tekintettel. Nem áll meg az élet a koronavírus járvány miatt Ditróban, folytatják az elkezdett munkálatokat. A járdaépítés is javában zajlik. Hargita megye tanácsának pályázati kiírásán nyert pénzt Gyergyó-Ditró tavaly több mint 4 kilométernyi járda építésére, a Gyergyó-Remete felé vezető, valamint a Gyergyó-Tölgyes felé vezető út mentén. Olyan útszakaszokról van szó, ahol korábban nem volt a járókelők számára kialakított rész, így kénytelenek az út szélén közlekedni a lakosok, a gyorsan haladó autók miatt pedig ez gyakran veszélyes. Helyenként már az új járdát használhatják a lakosok, máshol pedig folytatják a tavaly elkezdett munkát. Jelen pillanatban a Ditróban a tavaly elkezdett járdásítás folytatódik tovább. Ez egy közös projekt a megyei tanács és Ditró község közös projektje. Összesen ezen az oldalon több mint 4 kilométer, összesen a központú fölfele több mint 4 kilométer járdát fogunk építeni. Most elkezdődött ismét, hát most már koronavírus ide-oda, de azért a munkálatok a haladni kell. Itt ismételten is több megértést kérünk az emberektől, hiszen kijárási tilalom van a lakosság számára, de az emberek itt vannak, dolgoznak, folyamatosan folytatni fogják a munkát egész addig, ameddig az utolsó házat is elérjük a járdával. A beruházás teljes értéke közel 1,6 millió lej. A Székely Nemzeti Tanács levélben kérte az Európai Bizottságtól a határidő kitolását. Ebben két időpontot jelöltek meg.
Azt javasolták, hogy a 6 hónapos hosszabbítást attól az időponttól számítsák, amikor az EU tagállamainak többségében megszűnnek a koronavírus járvány visszaszorítása érdekében hozott szigorúbb intézkedések. Az SZNT közleménye értelmében jelenleg még 1 hónap áll rendelkezésre a szükséges 1 millió aláírás összegyűjtéséhez. Eddig elektronikusan 4 millió európai polgár támogatta a kezdeményezést. A papír alapú aláírások összesítése a koronavírus járvány miatt egyelőre elmaradt. A támogató aláírásokat elektronikus formában a www.nemzetiregiok.eu címen lehet rögzíteni. Nem vetett gátat a járványa az újfalvi fejlesztéseknek. Ott az erdei utak felújításán dolgoznak a munkagépek. Európai Uniós támogatásból javítják az erdei utakat Újfaluban. A most elvégzett munkálatok után elmondhatják, hogy minden használatban lévő erdei utat rendbe tettek. Nekünk lassan úgy gondolom, az életet el kell kezdeni, tehát dolgozni kell, és itt van az Európai Uniós finanszírozású projekt, 1,5 millió euró plusz ÁFA, ezt szeretnénk úgymond elkezdeni, és úgymond sikerre vinni. Ez 25 kilométeres útnak a teljes felújítása, balasztréteg, makadám felülettel a tetején, minden hídnak, minden áteresznek a kicserélése egészen. Tehát úgy nagyjából most már a teljes község összes erdei útja fel lesz újítva, tehát amit használnak fakitermelésre. A munkálatokat visszanemtérítendő Európai Uniós támogatásból végezteti el a község. A szükségállapot hatályba lépése óta mostanáig összesen több mint 1 millió személy egyéni munkaszerződését függesztették fel a munkáltatók, derül ki a Munkaügyi Minisztérium adataiból. Ezek közül 321 ezer személy a feldolgozó iparban dolgozik, 195 ezer a gépjármű kereskedelem és gépjármű javítás ágazatában, 120 ezer pedig a vendéglátóiparban. További 205 ezer munkaszerződést teljesen felbontottak az említett időszakban. Majdnem 1500 pályázat érkezett Hargita megye tanácsa idei kiírására. A koronavírus járvány miatt a pályázók ezúttal elektronikusan jelentkezhettek irataikkal. Előfordulhat, hogy nem zárultak be a kapuk azelőtt sem, akinek nem sikerült határidőre elküldeniük a dokumentációt. A koronavírus járvány nyomán elrendelt szükségállapot gyökeresen megváltoztatta a mindennapokat. A munkahelyeket többnyire hazaköltöztette, a tevékenységet online közegbe terelte. Ennek nyomán Hargita megye tanácsa 2020-as pályázati programjára is elektronikusan jelentkezhettek az érdekeltek. A civil szervezetek március 26-a délig küldhették be iratcsomójukat tevékenységeik programjaik támogatására. Az élet nem áll meg, tehát mennek tovább azok a tevékenységek, ami a megye önkormányzat hatáskörébe tartoznak, tehát a civil szervezeteknek, a pályázatainak az elbírálása, a feldolgozása az folyamatban van. El kell mondanom, hogy valamilyen szempontból megnyugvással tölt el az, hogy a határidőt nem toltuk ki, hanem hagytuk a március 26-ai határidőt, hiszen úgy láttuk, hogy nincs értelme tovább tolni, hiszen ezek a szigorítások egyre inkább fokozottan erősebbekké válnak, és ezért akinek nem volt március 26-áig lehetősége pályázatot letenni, sokkal nehezebb dolga lesz. Bár a március 26-ai pályázati határidőt tartották, talán még azoknak is lesz lehetőségük pályázni, akiknek ez most nem sikerült. Megnyugvással tölt el, hogy jól döntöttünk, mert 491 pályázat érkezett be a megye önkormányzathoz, a legtöbb sport és ifjúsági kategóriában, illetve kulturális kategóriában, de készülünk arra, hogy esetleg egy őszi kiírást is megszavazzunk. Annak érdekében, hogy aki most valamilyen módon nem tudott jelentkezni, annak megteremtsük a lehetőséget. A pályázatok jegyzékét a hargitamegye.ro oldalon találják az érdeklődők. Hargita megye tanácsának 2020-as pályázati programjait február közepén hirdették meg, azt követően térségi fórumokon ismertették a kiírásokat. Mint ismert, Hargita megye tanácsa minden évben visszanemtérítendő támogatást nyújt a megyében bejegyzett civil szervezetek számára, a kulturális programok, ifjúsági tevékenységek, családokról szóló projektek, sport és turisztikai programok, népviseletek támogatási programjára. Az idei pályázati kiírások értéke több mint 2 millió lei.
Egyértelműen mutatkoznak már a jelei annak, hogy a jelenlegi egészségügyi helyzet gazdasági válságot idéz elő. Most viszont egy teljesen más típusú gazdasági recesszióról van szó, mint 2008-ban tapasztalhattunk, állítja Bálint Csaba, a Román Nemzeti Bank igazgató tanácsi tagja. A koronavírus járvány korában soha nem tapasztalt intézkedések lavináját vonta maga után, ennek pedig jól látható gazdasági hatásai is vannak. A repülőjáratok betiltása azt eredményezte, hogy az emberek nem utaznak, nem foglalnak szállást, és kevesebb időt, illetve pénzt költenek az éttermekben. Ez elsősorban a turizmusban okozott jelentős pénzügyi kiesést. Az otthonmaradás elrendelése pedig még rátette erre egy lapáttal, hiszen az infrastrukturális beruházások terén is már tapasztalható a visszaesés. Mivel egyes vállalatok nem dolgoznak, nincs elegendő forgótőke, és egyre több alkalmazottat küldenek kényszerszabadságra. Ennek hatásai az év második felében lesznek igazán láthatóak, állítja Bálint Csaba. Valószínűleg a második negyedéves esés az mélyebb is lesz, mint amit 2008 végén, 2009 elején láttunk. De van esély arra, hogy a kilábalás, hogy a tavalyi gazdasági termelési szintet azt jóval hamarabb, tehát ne kelljen 6 évet várni arra, hogy újra elérjük a korábban látott termelési GDP szintet. Ezt a statisztikák is alátámasztják, tette hozzá. Bár az ingatlanpiacon is visszaesés várható, ez nem éri el a 12 évvel ezelőtt tapasztalt szintet. Míg a 2008-as gazdasági válság kirobbanása előtt ugyanis megközelítőleg átlagosan 23 évet kellett dolgozni ahhoz, hogy egy kétszobás lakást megvásárolhassunk, jelenleg ez az időtartam hozzávetőlegesen 7 évre csökkent. Nézzük a nap fontosabb témáit még egyszer. Önkéntesek varták, önkéntesek vitték házhoz az újabb 800 védőmaszkot az időseknek. Járdaépítés zajlik Ditróban, a gyalogos forgalmat könnyítik meg. Minden használatban lévő erdei utat rendbe tesznek Gyergyóújfaluban. Napszemlével, friss hírekkel kedden jelentkezünk legközelebb. Munkatársaim nevében is kívánok minden kedves nézőnknek áldott húsvéti ünnepeket, viszontlátásra!